Galkó Balázs színművész, Klecska Ernő a Fejér megyei hírlap újságírója, és Bombera Krisztina az ATV műsorvezetője vehették át március 15-én a szabad sajtódíjakat. Az MSZP által létrehozott szabad sajtó alapítványa a kitüntetéssel már 27-szer ismerte el azoknak az újságíróknak a munkáját, akik kiállnak a sajtószabadság mellett. Bombera Krisztina az ATV műsorvezetője, Galkó Balázs színművész és Klecska Ernő a Fejér megyei hírlap újságírója vehették át az idei szabad sajtódíjakat. Kolléganőnk Bombera Krisztina, aki tévés munkásságáért, illetve az interjú műfajában alkotott kimagasló tevékenységéért kapta meg az elismerést, gratulált minden újságíró kollégájának, aki ma tisztességesen dolgozik Magyarországon. Tisztességes újságírókat szeretném ünnepelni, az összes olyan kollégámat, akiktől nap mint nap magam tanulok nagyon sokat. A Szabad Sajtó Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint az 1994-es médiaháború idején alapított díj azért is aktuális, mert azt a követelést, amit 1848. március 15-én megfogalmaztak a sajtószabadsággal kapcsolatban, nem teljesen sikerült megvalósítani. 1994-ben, mikor először került ez a díj átadásra, talán az akkori elődeink nem gondolták, hogy a szabad sajtónak, szabad sajtó díjátadásnak 2016. márciusában még lesz jelentősége. Az MSZP elnök frakcióvezetője szerint a sajtószabadság a szabadságjogok lakmuszpapírja, ami pontosan megmutatja, milyen is a társadalom a hétköznapjaiban. Tóbiás József azt mondta, ma nem a létező, hanem az óhajtott sajtószabadságot ünnepeljük. Meg kell szólítanunk a valódi társadalmat, és kellenek hozzá partnerek, olyanok, akik hajlandóak a valódi Magyarországról beszélni még akkor is, ha a kormányzati média mindent megtesz, hogy ne találkozzon a valódi Magyarország a változást akarók együttműködésével. Tóbiás József hozzátette, a Fidesz nagyrészt ellehetetlenítette a sajtónak azt a részét, amely nem szolgálja ki. De ez a világ nem tart örökké, innen lehet csúnyán bukni, jelentette ki a szocialista politikus.